Segítsünk együtt, a tavaszra készülnek a Kinizsi úti óvodában, folyamatos fejlődés Kunmadarason, beszélgetés Kunmadaras jövőjéről. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 10-én 18 óra 5 perckor. Segítsünk együtt a háború elől menekülőknek. Karcagvárosi önkormányzat gyűjtés szervez a bajba jutott emberek megsegítésére. Tartós élelmiszer, konzervek, alapvető higiéniai termékek és ruházat gyűjtésében várunk felajánlásokat. Azt gondolom, hogy a háborúba semmilyenképpen nem szabad bekapcsolódni, tehát teljesen jogos a magyar kormánynak az a döntése, hogy sem katonákat, sem pedig azokat a fegyverszállítmányokat, amelyeket a baloldali politikusok olyan nagyon hangoztatnak, nem engedik szállítani, és nem engedik az országon sem keresztül szállítani ebbe a konfliktusba. Az természetes, hogy mind humanitáriánus, mind erkölcsi kötelességünk segíteni azoknak a bajba jutottaknak, akik tőlünk kérnek segítséget. Így azok a települések, elsősorban a kárpátaljai határmenti települések szorulnak most olyan segítségre, amelyben a hozzájuk menekülteket, a hozzájuk érkezőket tudják ők továbbra is segíteni, az ellátásukat tudják biztosítani. Ezért olyan adományokat szeretnénk gyűjteni itt a Városházán, illetve a Szociális Szolgáltatók Központ Bajcsi-Zsilinszky utcai telepén, amely őket segíti. Tehát tartós élelmiszereket, olyan ruházatot, amelyeket át tudnak adni, tovább tudnak adni, ami az ő ellátásukat segíti, illetve azokat a további felajánlásokat, amely a szállításukkal kapcsolatos, vagy akár az étkezésükkel, szállásukkal kapcsolatos felajánlásokat, ezeket tudjuk koordinálni, és természetesen azoknak a településeknek, azoknak a polgármestereknek felajánlani, akik nagyon sokat tesznek a határmenti településeken a hozzájuk érkezők ellátásáért. Miket várnak elsősorban, és az elszállítás, amikor és ugyan milyen módon kerül sor? Felvettük a kapcsolatot természetesen több település polgármesterével, az ottani ellátó szervezetekkel, segélyszervezetekkel, egyházakkal. Itt a Városháza portáján, illetve ahogy mondtam, a Családsegítő Központban várjuk a felajánlásokat. Ezek elsősorban tartós élelmiszerek, de ahogy a tegnapi napon hallottuk, elsősorban vízre, tehát palackozott vízre, és olyan meleg ruházatra van szükségük, amelyet azonnal tudnak használni. Tehát ezeket a felajánlásokat várjuk elsősorban. Azt, hogy hogyan fogjuk elszállítani, azt természetesen mi megoldjuk, koordináljuk, hiszen állnak rendelkezésünkre olyan szállító járművek, amelyekkel ezeket meg tudjuk oldani. A felajánlásokat a karcagi több célú kistérségi társulás Szociális Szolgáltató Központba várjuk Karcagra a Bajcsi-Zsilinszky út 6 szám alá. Hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. Illetve a karcagi polgármesteri hivatal Kossuth tér 1 szám alatti portájára a munkanapokon 8 és 17 óra között. Anyagi hozzájárulás esetén hívható a 1357-es nemzeti segélyvonal, amelynek hívásával 500 forinttal lehet támogatni a Híd Kárpátaljáért összefogást. Ezen kívül egy számlaszámot is nyitott a kormány az adományoknak, melynek számlaszáma 11 71 17 11, kötőjel 22 22 22 22, áll Szepesi Tibor polgármester televíziónknak eljutatott közleményében. Molnárné Orosz Csillával, a Kinizsi úti óvoda vezetőjével beszélgettünk arról, hogyan zajlik most az élet az oviban és mire készülnek. Az oviban ott jártunk, ora farsangra készültek a kicsikkel, hogy a telet elbúcsúztassák. Ehhez a gyerekek kalapot készítettek, illetve olyan képességfejlesztő játékokkal játszanak napközben, amelyek e témához kapcsolódnak. Hagyomány, mint minden óvodába, hogy a telet elbúcsúztatjuk, és egy farsangi mulatságot tartunk. Hát most még itt az előkészületek látszódnak a háttérbe, hisz jövő héten pénteken lesz minden csoportban a farsangunk, és hát a gyerekek, mint ahogy itt látszik, kalapot készítenek, illetve olyan képességfejlesztő játékokkal játszanak, ami e témához kapcsolódik. Gondolok itt arra, hogy a különböző szabályjátékokban, memóriajáték, kirakó, mind-mind a farsangi témához kapcsolódik.
A farsangi mulatság után a tavaszi ünnepkörre, a jeles napokra készülnek. Kicsit szomorúak is vagyunk, mert a szülők bevonásával szoktuk ezeket a rendezvényeket megtartani. Most sem jelenti az, hogy kizárjuk őket, hanem sajnos jelenlétük nélkül fogjuk megtartani ezeket az ünnepeket, jeles napokat. Gondolok itt a víznapjára, a földnapjára, a madarakfák napjára, illetve hát minden nap szinte megnézzük a gólyafészket, mert olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Kinizsi úton van egy gólyafészek, és ezt megnézzük, hogy visszatérte a gólya. A földnapjához kapcsolódóan a gyerekek hoznak palántát, amit majd kiültetnek a kertbe, ahol majd veteményeznek is. Mindenféleképpen a földnapjához kapcsolódóan szoktuk tartani az egy gyermek, egy palánta rendezvényünket vagy akciónkat. Ilyenkor a gyerekek hoznak palántát, azt el szoktuk ültetni kint, illetve hát van egy kis kertünk, amit tavasszal már a előkészületek, hogy szépen tudjunk beleveteményezni, tudjunk magokat ültetni, elő kell készülni hozzá, és ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Jelenleg 24 tanköteles gyermek van, abból 21-en mennek ősszel iskolába. Jelenleg 24 tanköteles gyermekünk van, közülük 3 gyermeknek engedélyezte az oktatási hivatal, hogy még egy évig óvodai nevelésben részesüljön. Hát igen, a képességfejlesztést ezekben a csoportokban nagy hangsúlyt fektettek az óvónénik, hisz mi tagadás, ez a pandémiás időszak nem tett jót a iskolára való felkészítésre, és vannak hiányosságaink még mindig, de szerencsére a gyerekek járnak óvodába, és hát próbáljuk, hogy minél inkább fel tudjuk készíteni őket. Az óvodában 4 csoport van, 83 kisgyermekkel, akik javarészt hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűek. A szülőkkel a személyes találkozás reggel és délután megvan, a rendezvényekről pedig fényképek formájában a közös internetes zárt csoportban tájékoztatják őket gyermekeikről. Látványos az a fejlődés, amin Kunmadaras átment az elmúlt 3 évben. Megújult a református templom, új piaccsarnok épült, és jelentős fejlesztésen, felújításon esett át a sportöltöző, valamint a védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő épülete is. Egy teljesen új bölcsöde épült az óvoda bővítése keretében, a régi katonai repülőtéren található munkahelyekre pedig egy biztonságos kerékpárúton juthatnak el a helyiek. Kunmadaras nagyközség, de igazából olyan, mint egy kicsi város, hiszen aki Kunmadarason keresztül megy, láthatja a községházát, az iskolát, a református templomot, ezek mind a gazdag és dicső múltról beszélnek. De azok a fejlesztések, amiket megtekintettünk, azok a biztató jövőről. A kerékpárút, a templom felújítása, a bölcsöde, a községháza mind azt mutatja, hogy Kunmadarasnak nem csak dicső múltja, hanem biztató szép jövője is van. Kitartást kívánok minden kunmadarasinak, hogy a dicső múltat építse, és vigyázzon Kunmadaras nagyközségre, ami olyan, mint egy kicsi város. Balog Mariannával, Kunmadaras község polgármesterével a településökről, az elmúlt évek alatt történt beruházásokról, fejlesztésekről, valamint Kunmadarast érintő jövőbeli tervekről beszélgettünk. Mai vendégünk Balog Marianna, Kunmadaras polgármestere. Üdvözlöm, polgármester asszonyt, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, én is tisztelettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Miben és mennyiben változott az elmúlt évek alatt Kunmadaras? Az elmúlt években nagyon sok beruházás érkezett a településre. Az elmúlt évben arra törekedett a képviselőtestületünk, hogy mindenképpen az anyagi helyzetünket próbáljuk meg stabilizálni, mert 2020-ban olyan sok beruházást, 5 nagy beruházást valósítottunk meg, aminek nagyon sok volt az önkormányzati hozzájárulása, az önereje, és arra kellett törekednünk az elmúlt évben, hogy stabilizáljuk a pénzügyi helyzetet, és hogy biztonsággal tudjuk az intézményeinket üzemeltetni. Én azt gondolom, hogy az év végére ezt a célunkat sikerült is teljesíteni. Építettünk az elmúlt évben egy új piaccsarnokot, ami nagyon szép lett, és átadásra is került.
nyertünk el a nyár folyamán egy 400 millió forintos topos pályázati összeget, ebből belterületi csapadék víz elvezetésére fog sor kerülni, amelyen belül 9 utcában burkolt árokrendszer kerül kiépítésre, és 2 átemelőnek a felújítása fog megtörténni. Nyertünk pénzt új gyermekjóléti szolgálat építésére is. Itt jelenleg folyamatban van egy forrásemelési kérelmünk, hiszen olyan szinten megnövekedtek az építőipari árak, hogy sajnos ennyi önerőt nem tud az önkormányzatunk hozzátenni. És hát a településnek egy nagy öröm volt egy decemberi kormányhatározat, amelyben arról értesítettek bennünket, hogy 87 millió forintot kapunk belterületi utak fejlesztésére, felújítására. Ebből 3 út fog megújulni, az Áhim András utca, a József Attila utca, ezek új aszfaltburkolatot fognak kapni, illetve a Tópart utcánk, ez az egyetlen utcája Kunmadarasnak, ahol semmiféle burkolt vagy útalap nincs, és ott útalapot szeretnénk kialakítani. Ez nagyon fontos, és nyilván a lakosok részéről nagyon sok jelzés érkezik ezzel kapcsolatban, hiszen nagyon nehezen tudnak bemenni akár a közszolgáltatók, mentők, ügyelet, úgyhogy ez egy nagy előrelépés lenne a település érdekében. És hát azt mondtam, hogy sikerült a céljainkat teljesíteni, ez így is igaz, de egy nagyon rossz eseménnyel zártuk 2021-es évet. Erről nagyon sokan már nyilván a médiákból értesültek, hogy az egyik tagovodai intézményünk valószínűleg elektromos zárlat következtében kiégett. Gyakorlatilag az egész épületben minden eszközt, mindent egy ilyen 1 cm-es koromréteg lepte be. Nyilván azonnal megkezdtük a károknak a felmérését, és elkezdődtek a helyreállítási munkák. Ehhez az önkormányzata azonban Viszmajor kérelemmel fordult a belügyminisztérium felé. Ennek majd nyilván várjuk az eredményét. Szeretnénk, hogyha a gyermekek márciusban már visszatudnának térni ebbe az óvodai közösségbe. Ide egyébként 36 kisgyermek jár ebbe az óvodába. Éppen tegnap volt testületi ülés, és akkor az intézmény vezető asszony felhatalmazást kapott arra, hogy február 28-ig ebbe a tagóvodai intézménybe rendkívüli szünetet rendeljen el. Ugyanakkor gondolkodtunk azon, és nyilván az önkormányzat intézményének a részéről érkezett az az ötlet, hogy ajánljunk meg, illetve kezdjünk bele egy adománygyűjtésbe az óvoda javára, és úgy voltunk vele, hogy hát lássuk, hogy mennyire fog össze gyakorlatilag az egész ország ebben az ügyben, és nagy örömünkre nagyon-nagyon sok felajánlás érkezett. Nagyon sok magánszemély, civil szervezet, vállalkozás, a Kunmadár motorosai mellé álltak az ügynek, és megmozdult a művészvilág is, úgyhogy akár már láthatták is a környékben élők ezt, hogy március 4-én egy jótékonysági gála estel készülünk, és annak a bevétele nyilván az óvodának az anyagi helyzetét fogja javítani. F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselője, természetesen Kommodoros országgyűlési képviselő is. Nyilván központi szerepet tölt be olykor-olykor egy pályázat elbírálásánál, egy pályázat létrejötténél. Milyen az együttműködés? Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Igen. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrral nagyon jó a település kapcsolata. Folyamatosan beszélünk, egyeztetünk minden beruházást illetően, és figyelemmel kíséri a benyújtott pályázataink alakulását.
2022 legelején járunk, de már túl vagyunk az első pályázatunknak a benyújtásán. Itt a TOP Plus keretében kívánunk önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázni. Ezen belül szintén két óvodánkat szeretnénk felújítani, illetve a település ellátó szolgálatnak az épületét. Nyilván még az idén, amint kiírásra kerülnek a további plusz pályázatok, fogunk benyújtani pályázatokat. Mindenképpen szeretnénk az ipari parkunkat fejleszteni, illetve további belterületi utakat is felújítani. Azt gondolom, hogy ez a jó együttműködés, ez az előző években is megvolt képviselő úrral. Kunmadarasra nagyon-nagyon sok forrás érkezett az elmúlt években. Közel 5 milliárd forint támogatási összeg érkezett a településre, ebből 3 milliárd forint a szennyvízberuházás. De a fennmaradó 2 milliárd forintból olyan sok fejlesztést valósítottunk meg a településen, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hosszú időre nézve nem volt a településen. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy építettünk kerékpárutat, építettünk piaccsarnokot, épül a gyermekjóléti szolgálat, építettünk bölcsödét, gyakorlatilag minden középületünk megújult. Fejlesztettünk ipari parkban infrastruktúrát, megszépült a településünk ékköve, a református templomunk. Úgyhogy számos olyan beruházás érkezett a településre a magyar kormány jóvoltából, amely hosszú idő óta nem is volt, és nyilván az önkormányzat ezt önerőből nem is tudná megvalósítani. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrnak a támogatását, és nyilván a jövőben is számítunk a segítségére. Számos beruházás, fejlesztés készült el, és ezek szerint van folyamatban, amelynek megvalósításához nagyon sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. Köszönjük az interjút. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!